A Szabad Egyetemen elhangzott, hogy a Szabadkai Egyetemi Kampusz hamarosan megnyitja kapuit a vajdasági magyar középiskolások előtt, de szó volt még a magyarországi egyetemi karok már megvalósult kihelyezett képzései mellett a tervezettekről is. Az első anyaországi képzések Zentán kezdődtek el 1996-ban, ahol a kertésznének képzés indult el, és ez egészül ki az új tanévtől kezdve mezőgazdasági mérnök képzéssel is. Zomborban két évvel ezelőtt az ápolói és betegápolói képzés kezdődött el, ez folytatódik természetesen is. Szabadkán most őszre két szakképzése kezdődik, egyrészt a Szabadkai Műszaki Szakfőiskola alapképzést végzett hallgatói részére egy mechatronikai mesterképzés kezdődik el, másrésztől pedig a Szegedi Egyetemmel együttműködve egy inkluzív, fejlesztő gyógypedagógiára koncentráló továbbképzési szak kezdődik el. A magyarországi egyetemi karok vajdasági kihelyezett képzéseitől azt várják, hogy mérséklik a végzős magyar középiskolásoknak a magyarországi egyetemeken való továbbtanulását, és ezáltal az elvándorlást is. Emellett számos doktori képesítésű vajdasági magyar szakembernek is lehetőséget teremtenek az ilyen képzések, mondta a magyar köznevelésért felelős helyettes államtitkár. Kihelyezett képzések, mint munkahely teremtő lépések. Egyértelmű, hogy ez így van, tehát itt nem arról van szó, hogy csak Budapestről jöhetnek, meg Szegedről jöhetnek a főokosok. Ha van olyan helyi szakembergárda, aki bevonható ezekbe a képzésekbe, akkor azt be kell vonni. Ez nem is kérdés. A Szabad Egyetemen elhangzott az is, hogy az első körben szeptember 15-éig lehet pályázni a Magyar Nemzeti Tanács felsőoktatási ösztöndíjára, amelynek keretében összesen 270 ösztöndíjat osztanak ki. A demonstrátori ösztöndíj programra pedig 60 egyetemista pályázhat szeptember 1-től 20-áig.